A Magyar Falu program egyik célkitűzése, hogy az itt élők, az 5000 alatti településeken élők biztonságosabban, komfortosabban éljék a hétköznapokat, és amihez a kormány tudják a segítséget nyújtani, igyekszik megadni, összefogva a település önkormányzatával, az egyesületeivel, az egyházaival. Egyik ilyen tűzött programunk a Magyar Falu programban pontosan az, hogy a polgárőrök, vagy akár a tűzoltók, vagy akár bármilyen más olyan rendet szolgáló, a komfortot segítő szervezet, amelyik nekünk itt élőknek nyújt biztonságot és tisztább környezetet, azokat is segítsük és eszközökkel lássuk el. Ennek keretén belül sikerült mai nap hajós és császártöltés polgárőrének, polgárőrségének két autót átadni, polgárőrautót, amelyek segítségével helyben járőrözés, a termények betelepítése közötti időszakon túl is, de azon belül is a vagyon védelme, a rendes jogunkán segítése és egyéb társadalmi célok elérése miatt volt szükség. Örülök, hogy itt már sikerült, ahogy már számtalan helyen segítettük a polgárőrség munkáját, ilyen-olyan állami segítséggel a polgárosok.